A rock és a klasszikusok fantázia névvel tartott bemutató estet Szabó Gábor, helyiek körében Géza, pénteken a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubban. A közönség előtt egy igazán különleges témakör bontakozott ki az előadás során. Azt szeretném megmutatni tulajdonképpen, hogy komoly zenét klasszikus rock hangszerekkel és fordítva, tehát hogy mennyire átjárható a zene. Van az a szlogán, hogy a zene nem ismer határokat, ez az este folyamán be is bizonyosodott. Az első anyag, amit majd hallani, látni fogunk, az 1969-ben készült egy Deep Purple koncert a Royal Philharmonikus zenekarral, aminek az a különlegessége, hogy John Lord, a Deep Purple frontembere, billentyűse, komponált egy háromtételes zeneművet szimfonikus zenekarra. A megjelentek hallhatták Led Zeppelin nagy slágereit eredeti összeállításban, majd szimfonikus zenekarral hárfán. Bach feldolgozás például Jethro Tull előadásban, illetve Ian Anderson ugye fuvolával, aztán lesz Vivaldi, ami egy 18 tagú spanyol gitárzenekar, aminek az az érdekessége, hogy az ember becsukja a szemét, és hegedű szót, meg orgonát hall, a színpadon csak 18 elektromos gitár van, semmi egyéb. Szabó Gábor már 50 éve foglalkozik ezzel a témával. Nagyon szereti a zenét, korábban bakelit lemezeket gyűjtött. Ezektől a zenekaroktól többnyire teljes diszkográfián megvolt, tehát minden megjelent lemezük, és hát nem volt ismeretlen számomra. Azért szeretném ezt megmutatni tulajdonképpen, mert hogy a 70-es, 80-as, még a 90-es években se nagyon volt felület, ahol ezeket megmutatták volna. Ugye hát mi is annak idején a Szabad Európa Rádiót alig vártuk a szombat-vasárnap délutánt, a Teenager Partit vagy a Kívánság műsort, mert ezeket a zenéket legfeljebb ott lehetett hallani, vagy aki gyűjtő volt és bakelit lemezt beszerezte. A Kortárs Művészeti Klub legutóbbi foglalkozásával jövő heti Múzsa című magazin műsorunkban foglalkozunk bővebben.